Mivel nincs már lehetősége a szekszárdi UFC női szakosztályának arra, hogy válogatott játékosokkal a soraiban a felnőtt női futzál NB1-ben dobogóra esélyes csapatot működtessen, még inkább fókuszálnia kell az utánpótlás nevelésre, nem csak mennyiségi, hanem már inkább minőségi értelemben. Kényszerpályára kerültek ugyanis már az idén nyáron. Ha nem lenne országosan is kiváló ifjú korosztályuk, ha nem lenne mögötte széles utánpótlásbázis, már le is kellett volna mondaniuk a futzál élvonalbeli szereplésről. Mert hogy egy kivétellel csupa kezdő ifik szerepelnek a mostani élvonalbeli futzál bajnokságban játszó szekszárdi UFC-ben. Igaz, hogy legutóbb a lányok belefutottak egy már-már kínos 6-1-es tolnai vereségbe, de más meccseken, más csapatok ellen már megmutatták hazai pályán és idegenben is Kágyi Rebeka és társai, hogy képes az élvonal mélyvizében is a felszínen maradni a csapat. Amit eddig felépítettünk az első mérkőzésen, még a második, a Gyula mérkőzésen is benne volt az, hogy megnyerjük a mérkőzést. Azt nagyon sajnálom, mert ott tényleg győzelmet szalasztottunk el. A TF ellen úgy gondolom, hogy helytáltunk időnként, tényleg jól is néztünk ki. Sajnos itt a Tolna ellen viszont egy pillanatig, tehát nem is értem most ezt a helyzetet. A megyei mindig presztízs rangadót, annak tétjét nem tudták elviselni a szekszárdi fiatalok. Ennek is betudható az a sok egyéni szarvas hiba, amit ezen a meccsen a sárgák, különösen a védekezésben elkövettek. Itt pszichésen fáradtak a játékosaink, ugye játszanak azért nagy pályán is, nyújtott pályán is, tehát az elég nagy terhelést kapnak. Az biztos, hogy ez a munka, amit most mi beleteszünk, az nem most fog kijönni. Tehát reméljük, hogy tavaszra azért már egyenesebben fogunk lenni. Sajnos jelenleg ez van. Tehát dolgozunk tovább, fiataljaink ilyen tétel bíró mérkőzést még nem is játszottak, ennyi néző előtt végképp nem játszottak. Hát mély vízbe vannak. Változott a szekszárdi UFC női szakosztályának koncepciója. Tekintettel arra, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség és a Világszövetség, a FIFA a női kispályás és teremfocit, a futzált is, a nagypálya alárendeltségében képzeli el, a szekszárdi női szakosztály sem csak futzálban, hanem komplexen a már a női futballt tervezi a közeljövőben. Azért U14-es labdarúgó csapatunk, U16-os labdarúgó csapatunk, U19-es labdarúgó csapatunk van, és emellett van ugye a két futzál csapatunk, az U17 és az NB1-es fenn. Ezekben nagy részt, tehát saját nevelésű játékosokat szeretnénk most már játszatni, plusz azért itt a szekszárd vonzás körzetébe tartozó, mint például a Kis Gabita, ahogy le tudtuk igazolni, hogy egy remek fogás volt, mindenféleképpen a fiatalok tanulhatnak tőle. Az egyetlen új igazolás az Asztráltól érkező Kis Gabriella a Tolnamözs elleni lidércnyomásos 6-1-es vereséggel végződő meccsen is a szekszárdi Csikó csapat egyértelműen legjobbja volt. Régen a Tolnánál futszáloztam, kb. Egy-két évet, de csak így edzések, meccsek nem nagyon voltak. Szóval hát körülbelül egy éve futszálozom így rendesen. Azért jöttem el, mert nem kaptam elég játék lehetőséget. Hát én nem is szerettem volna ott maradni, ha játszok, ha nem igazából. A külföldön való szereplés lehetősége több fiatal játékos is foglalkoztat, nem csak Szekszárdon, hanem Tolnán is. Ehhez előbb a futzálban, majd a nyújtott pályán kell bizonyítani, miután akár megnyílhat az út egy nagypályás, már egzisztenciával kecsegtető külföldi szerződés felé.